Évek óta problémát jelent a szakképzés és a szakember hiány Magyarországon. A legalacsonyabb létszám a szakiskolákban van. A végzett 8. osztályosok körülbelül 25%-a jelentkezik ilyen intézménybe, pedig innen tudnak a leghamarabb kilépni a munkaerőpiacra a diákok. A képzési rendszer átalakításával szeptembertől 44 új szakképzési centrumot hoztak létre országszerte, valamint elindították a duális képzést annak érdekében, hogy a gazdasági fejlődés gátja ne a szakember hiány legyen. Az átalakítás nem eredményes, hogyha nem párosul a vállalkozók igényeivel és szándékaival. Ugye ez a duális képzés, ez nem attól duális, hogy részben iskolában, részben pedig vállalatoknál folytatódik a képzés, hanem attól, hogy a gyakorlati oktatás feltételeit elsősorban vállalati körülmények között próbáljuk megteremteni. Tehát magyarul ne csak papíron legyenek alkalmasak a fiataljaink egy adott szakműzésére, hanem ténylegesen is, ehhez pedig a vállalkozói szféra bevonása elengedhetetlen. Még mindig sokan a divat szakmákra jelentkeznek, ezért a hiány szakmákat ösztöndíjjal is támogatják, ahol akár havi 30 000 forintot is kaphatnak a tanulók. Ennek is köszönhető, hogy az ezeken a szakokon tanuló fiatalok száma az elmúlt években duplájára emelkedett. Idén 10-ről 12-re emelték a hiány szakmák számát, a tervek szerint a 2016-17-es tanévben ez a szám 20-ra nő. A lista megyénként eltérő, általában a hegesztő és a gépi forgácsoló minden térségben jellemző. A legnagyobb probléma az új duális képzésben, hogy a Magyarországon működő vállalkozások mindössze 3-4%-a vesz részt. A tanulók száma nagyjából, a tanulószerződések száma 50 000-re, szeretnénk 70 000-re fölvinni 2018-ig, legalább 70 000-re, és a 8 000 vállalkozást is egy olyan 20 000 környékére szeretnénk. Szerintem erre reális esélyünk van. Megértették a vállalkozások is, hogy enélkül nem lesz utánpótlásuk, ha ők nem csatlakoznak be ebbe a folyamatba, úgyhogy egyre inkább partnereink. A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában másfajta szemlélettel jobban kezelhető majd a szakképzési intézmények vezetése, tette hozzá az államtitkár.